én megadok 2 kiló lisztet, jó? Szokásos havi adományosztást tartanak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szexárdi csoportjánál. A ruhák mellé ezúttal liszt is került, abból a közel 10 tonna búzából, amit Tolna megyei gazdák ajánlottak fel a Magyarok Kenyere program során. A kezdeményezést 10 éve koordinálja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Nagyon a szájos év volt, ennek ellenére hasonló mennyiséget gyűjtöttünk össze, mint az előző időszakokban. 10 tonna körüli búza mennyiség gyűlt össze a megyében, és ebből 7,5 tonna lisztet tudtunk leőröltetni. A máltaiak Szekszárdon hosszú évek óta segítik a rászorulókat, a mostani több tonna liszt felajánlás pedig a legjobbkor jött nekik. Az elmúlt időszakban ugyanis a korábbinál többen keresik fel őket. Ezért most összekészítettünk nagyon sok téli ruhaneműt, lábbelit, hogy az emberek hozzájuthassanak, hogy ne fázzanak, illetve átpróbálunk az élelmiszerekkel is segítséget nyújtani. Hát ehhez most nekünk nagyon jól jött. Egyrészt az, hogy a lakosságtól kaptunk pénzadományt, amiből tudtunk vásárolni krumplit és hagymát, és hát a NAK-nak a nagy lelkű segítsége. A Máltai Szeretetszolgálat szexárdi csoportja az ország legaktívabbjai közé tartozik. A mostani adományozás egyébként nem az utolsó volt idén, amit ők szerveztek. Ebben az évben még 2 hasonló akciót terveznek.